Szemmel is jól látszik, hogy Sárospataknál a Bodrog folyónak gyors az áramlása. A napokban leesett több 10 mm-nyi csapadék megemelte a folyó vízszintjét. Jelenleg elsőfokú árvízvédelmi készültség van ezen a szakaszon. Mind a Tiszán, mind a Bodrogon egy elsőfokot meghaladó árvíz vonul le, amely a Bodrog vonatkozásában akár elérheti a másodfokú készültségi szintet. A Tisza vonatkozásában még pontos ismereteink nincsenek, mert most van kialakulóban a felső Tiszáról egy újabb árhullám. Bár az időjárás ma már szelidebb volt, a szakemberek szerint továbbra is meghatározó lehet minden egyes nap, hogy javul vagy romlik-e a helyzet. Jelenleg sokat segít az, hogy a Bodrogot nem duzzasztja egyenlőre vissza a Tisza, így az el tudja vezetni a hegyekből érkező csapadékot. Az előző napok csapadékos és viszonylag enyhe időjárása az a lefolyás gyorsította, ezért alakultak ki ezek a árvízszintek. A következő napokra a meteorológiai szolgálat hidegebb időt mond, ami kedvezően befolyásolhatja a mi helyzetünket. A vízügyi szakember szerint nagyobb gondot inkább a belvíz jelent. Másodfokú készültség van valamennyi üzemelő szivattyú telepünkön, éjjel-nappali szivattyúzással most már csökken a főcsatornákba a vízszint, ugyanakkor a elöntött területek nagysága, a meder tehetségek nagyon nagyok, 100% körül vannak. Másodpercenként pillanatnyilag az öt szivattyú telepen több mint 16 köbméter vizet emelünk át a befogadókba, a Bodrogba, illetve Tiszába. Bár a Bodrog áradása ma lelassult, még nem tetőzött. A mostani ismereteink szerint még egy árhullám jön, ami hát nagyságrendben úgy számoljuk, hogy a másodfokú készültségi szintek közelében, vagy azt kissé meghaladó árvízszintet fog jelenteni, ami hát a Bodrogon nagyobb veszélyt úgymond nem jelenthet. A jobb parton azonban a zsilipeket zárni kellett, a hegyekből érkező vizet pedig folyamatosan át kell emelni, ez jelentős kapacitást köt le, tette hozzá Kun László.